Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Hogyan járulnak hozzá a kulturális folyóiratok a kölcsönös megismeréshez? Ez volt a témája a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi fiókja által még októberben szervezett szimpóziumnak, de ez a mai ügyfél óra témája is. Beszélgetésünk apropóját a román, illetve a magyar kultúra napja adja. Szót műfordításokról, a Marosvásárhelyi Látószép Irodalmi Folyóirat 2021-es tevékenységéről, és természetesen az idei tervekről is. Köszöntöm a stúdióban Vida Gábort, a Látószép Irodalmi Folyóirat főszerkesztőjét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat. Köszöntök én is mindenkit. Az ön regénye, az egy dadogás története 2021-ben Kocsis Francisco fordításában jelent meg román nyelven, de ezt megelőzően Magyarországon az évtized könyvének választották. Jelentette bármiféle előnyt az, hogy Magyarországon ilyen népszerűségnek örvendett a román irodalmi körökben? Valahol szerepelt ezt, tehát nem tudom, azokban az indoklásokban, vagy azt hiszem, ott az írószövetségi történetben, hogy akkor ez egy fontos könyv lett Magyarországon, egyáltalán magyar kultúrában. Azon túl meg nem, mert szerintem nem tudom, egy kiadó, vagy egy fordító, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, az leül, elolvas, azt mondja, hogy igen, akkor ez kell. Azért is kérdem ezt, mert azt gyanítottam, hogy az volt az én előfeltevésem, hogy talán nem követik kellőképpen, kérdés az, hogy, hogy mit jelent ez, hogy kellőképpen erről továbbiakban beszélünk, az erdélyi magyar írók munkásságát román irodalmi berkekben igaz-e igaz -e ez a felvetés? Hát ez egy kicsit összetettebb, ugye itt ezek a szomszéd népek fütyülnek egymással talán kulturálisan nem annyira, de úgy igazából, igen. És általában az van, hogyha valami Londonban, vagy New Yorkban, vagy Berlinben fontos lesz, akkor megnézik, hogy na, akkor mi is az tulajdonképpen. Kicsit így az idítség mentén. De az, hogy úgy mit csinál a másik, vagy a, arról úgy keveset. Nyilván a személyes kapcsolatú egyáltalán, de alapvetően ez a helyzet. A személyes kapcsolat már pedig van, ezt is Hát ez valahogy úgy lett, ugye, hogy a Román Írószövetségnek van egy magyar fiókja, meg vannak különböző területi, meg nem tudom micsoda, van ennek magyar osztálya, vagy alosztálya, vagy nem tudom milyen szempontból, és ott van egy ilyen fordítási program most, hosszú idő után ezt valahogy sikerült intézményesíteni, hogy nem tudom, magyarból is fordítanak egyébben románra egy könyvet, románból is magyarra, és valami fajta. Kölcsönösség vagy viszonossági dolog mentén zajlik ez. Én ennek a szervezésébe vagy az igazgatásába olyan nagyon nem vettem részt. Említette az irigységet, de én azért is tartanám fontosnak, hogy arról beszéljünk, hogy mennyire figyelünk egymásra, akár magyarok, és nem csak erdélyek a román irodalomra, akár romániaiak, az erdélyi irodalomra, mert akárhogy vesszük, az erdélyi magyar író az erdélyi író is, tehát következésképpen az, az, lehet, hogy erős kijelentés, ez pláne így a magyar kultúra napja előtt néhány nappal, de hogy talán a román irodalomnak is a része kell, hogy legyen. Igen, tehát a Fecsikömi Romániában élünk, és a, tehát a román kultúra, a román nyelv ismerete, ez egy identitás tényező, nem csak a mics és a pacsal leves. Azt nem igen az, hogy az ember román nyelven olvas, gyerekkora óta, van, amit szeret, van, amit nem, és hogyha kicsit ezzel foglalkozik, akkor akár a kortás román szép irodalmat is minden további nélkül be tudja fogadni. A románok közül most egyre kevesebben tudnak magyarul, bár Érdekes módon fiatalok között most fölmerült egy ilyen érdeklődés, tehát vannak műfordítók, tehát nem csak Kocsis Francisco vagy Popa aki sajnos már nincs közöttünk, tehát nem csak néhány ilyen. És nem vannak fiatalok is, akik ugyanezt a dolgot tudnak. Csinálják. Tehát, hogy nincs itt elveszve minden, de ugye kölcsönösségről vagy arról nagyon nehéz beszélni, hiszen ugye mi erdélyek nagyjából mind tudunk románul, és olvasunk is. Tehát én ritkán szoktam román könyvet magyarul olvasni, ha csak nem én vagyok a szerkesztője vagy a kontrollszerkesztője. Azon túl meg románul olvasom. De igen, az erdélyi műfordítók, akik szeretik, ismerik, tudják, ők azért elég sokat fordítanak románból. Van itt egy egész könyves polcra való könyv, amit mindenféle cibálódás és köpködés ellenére azért magyarra fordítottak, tehát itt Kosztagabit említem, vagy Lővéte Karácsony Zsoltot, vagy tudom, Szonda Szabolcsot, vagy nem tudom, és ahányan Demény Péter tehát azt gondolom, hogy így a, ha nem is a teljes kortás román irodalom, de hogy abból azért egy ilyen jó minta arról, hogy mit csinálnak ezek, és hogy csinálják, és szerzőknek több könyvét is, és egyáltalán, tehát hogy ez az egy másik dolog, hogy a budapesti olvasó ö, milyen példányszámban vásárolja ezeket a könyveket, egyáltalán Magyarországon az angol száz ö, irodalmat vagy a németet leszámítva, mit vásárolnak még, ami nem magyarul íródik, az egy más kérdés, ö, ebbe talán nem menjünk most bele. Miért lenne fontos, hogy legyen egyfajta kölcsönösség is? Ismétlem azt, hogy az erdélyi magyar író az erdélyről ír legtöbb esetben, vagy, vagy olyan témákat dolgoznak fel, nem csak ön, hanem más erdélyi származású, vagy akár erdélyben élő írók, költők, amiket most a nyelvi akadálytól eltekintve nagyon könnyen megértene sok esetben egy román olvasó is. Hát ez ugye ez is egy kicsit összetettebb kérdés, hogy nem mindenki arról ír, amit jól ismer. Tehát amit az ember bensőségesen tud, és amit bensőséges, arról legkönnyebb írni, meg hát az van a szívében is, azon a lelkében. Én nagyon szeretnék időről időre olyan, tudom, teljesen más dolgokról írni, amelyek nem érintenek, nem igazán sikerült. Tehát azoknak sokkal jobban utána kell olvasni. A kölcsönös megismerésbe vagy ismerésbe vagy egyáltalán a kommunikáció, vagy a kultúráról való beszédben pedig nagyon fontos lenne, hogy valamikor az emberek abban a faluban és abban a városban beszélték az egymás nyelvét. Na most, hogy teheted bőszáz év, vagy akár mennyi, egész sok kemény és kegyetlen ellenségeskedésben, így békát kiabáltak itt egymásra, azért románok, magyarok és ugye, németek már nagyjából eltűntek, de, Szóval voltak itt azért nagyon csúnya történetek, és a kultúrával egyszerűbb dolgunk van, mint a politikával és a gazdasággal. Tehát egy jó vers, egy irodalmi mű, egy regény, főleg, hogyha az ember gyerekkora után beszéli azt az idegen nyelvet, vagy azt a másik nyelvet, vagy a többi másik nyelvet, akkor az tulajdonképpen hozzáférhető, és Valószínűleg az irodalom hamarabb rávezet minket arra, hogy ők is emberek. Mennyire lehetünk elégedettek azzal 2022-ben, hogy mennyit olvasnak az emberek erről? Folyamatosan hát, viták, meg, meg érvelések jelennek meg, hogy korábban minden jobb volt, nagyobb példány számban adtak el köteteket, nem volt közösségi média, nem volt sok minden, ami most talán a gyerekeknek is a figyelmét elvonja az irodalomtól, mert amit ő említ, ez azt feltételezi, hogy legyenek olvasók. Most mennyire, mennyire ö, lehetünk elégedettek azzal a réteggel, azzal az arányjal, ahányan olvasnak, ahányan egyáltalán ö, tudnak találkozni román vagy magyar irodalmi művekkel. Szerintem az irodalom és az olvasás az mindig a kevesek ügye volt. Azért más kérdés, hogy van a, az európai kultúrának, a magyar kultúrának egy olyan időszaka, mikor olvasni jó, és olvasni hasznos, és valamifajta társadalmi előmenetet biztosít az, hogy az ember a könyvekből szerzett tudást birtokolja. Ez az idő lejárt. És el kell fogadni azt, hogy az olvas, aki otthon ezt látta, ennek az anyja és az apja ezt fontosnak tartotta, vagy akinek szerencséje volt kifogni egy olyan tanítónőt, vagy magyar tanárnőt, aki ezt valahogy átadta, hogy ez egy jó dolog. És ugye intézmény szinten az iskola, mind a magyar, mind a román, az olvasást, mint nagyon fontos dolgot, bár hangsúlyozza teoretikusan, de tulajdonképpen elengedte. És azt gondolom, hogy itt 50-60 év magyar irodalom oktatása tulajdonképpen egy csőd. A román is különben, tehát ne, ne legyünk ebben, azon túl nem látok, de azt gondolom, hogy, hogy Európában is azért ugye vannak helyek, és vannak iskolák, és vannak kultúrák, ahol ezt valamelyest sikerült megőrizni, vagy időről időre divatba lehet hozni, például Harry Potter, vagy a Gyűrűk Ura, vagy nem tudom, egy-egy ilyen könyv, sok millió fiatalnak, vagy gyereknek, vagy tizenévesnek megdobogtatja a szívét, és neki állnak elolvasni, de nem fogunk mi már úgy és annyit olvasni, mint a Thomas Mann nemzedéke, és ne legyen ebből illúziónk. Ugye megjelentek más műfajok is akár, amik nem pótolják, de nyilván, hogy gyakorlatilag versenytársai is lehetnek a könyvnek. nem említettem, hogy a Szépirodalmi vagy kulturális folyóiratoknak lehet felelőssége abban, hogy egymást jobban megismerjük a magyarok, a románokat és fordítva. De ha már említette az oktatást, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mekkora felelőssége van például a szépirodalmi folyóiratoknak abban, hogy a fiatalokat segítse olvasóvá válni. És most arra gondolok, hogy az önök szerzői közül többen is szoktak iskolákba ellátogatni, íróolvasó találkozók vannak. Ez, ezzel mennyire elégedett, vagy milyen visszajelzéseket kapnak? Jók a visszajelzések, tehát ugye ezek nem ilyen gyorsan mérhető folyamatok. Az, hogy elmegy az ember egy iskolába, és akkor három-négy órán át mondja az érdekes a sztorikat saját magáról, meg az irodalomról, meg a különböző írókról, ennek biztos van valahol hatása azt, hogyha mondjuk a következő órán bemegy a magyar tanás, az, hogy vegyetek elő egy lapot, írjátok le, hogy mi maradt meg a fejetekbe, akkor az egy csőd. Tehát, hogy nem, nem, az ilyen direkt ráhatásokkal kell ezzel foglalkozni. Hanem az, hogy igen, tehát az, hogy a kortárs irodalom valamelyest legyen jelen az iskolába, tudják a gyerekek azt, tudják a fiatalok azt, hogy vannak még írók, ugye tőlem azt kérdezték, vagy mielőtt egyszer bementem egy ilyen iskola iskolai találkozóra, vagy ez a legyen másképp az iskola, vagy nem tudom, rendhagyó magyar úra, vagy nem tudom mi volt. Ugye az volt a tanárnőt a kérdés, hogy vannak még írók? Tehát az innen középiskolai osztályok voltak. Ö, igen, tehát azt gondolom, hogy, ez, tehát hogy, hogy, találkozni kell, kommunikálni kell, beszélgetni kell. És mit tudom, akkor abból a 30 gyerekből, vagy 50 gyerekből, aki azt a szöveget végig, lehet, hogy lesz három, aki pont ezért le fogja venni a polcról, bekapcsolja a mobiltelefont, ugye vannak ma applikációk, gyakorlatilag mindazt, amit szép irodalomként a világban valaha írtak és megvan, az most már néhány kattintással, néhány linken elérhető, olvasható nyelveket tudnak az emberek. Tehát most ugye írnak a hogy nem tudunk román, angolul tudnak, na olvashatok akkor angolul, hát most mi a probléma? Tehát, nem, tehát azt gondolom, hogy ebben lehet dolgozni, és hogy lehet is valahova jutni, az biztos, hogy ha volna egy olyan oktatási rendszer, amelyik azt mondja, hogy már pedig az irodalom fontos, mert, most itt nyitunk egy záró, ugyanúgy, hogy fontos a zene, vagy a rajz, vagy a művészet, vagy a filozófia, vagy a matematika, vagy a géptan, vagy a nem tudom micsoda, akkor azt elgondolja, hogy 20-30 éven keresztül ez hogyan kellene. Ugye, aki most első osztályos, az 12-13, nem tudom hány év múlva lesz, lesz egyetemista, és hogy őket egy koherens és egy folyamatos program vinné végig azon, hogy mit olvasunk, hogyan olvasunk, tudjuk-e a himnusz mind a nyolc szakaszát, vagy elég nekünk az első, vagy egyáltalán, tehát hogy mit kell ezzel csinálni. A baj mi? Az a baj, hogy itt az elmúlt évtizedek alatt öm, három hetente változnak az oktatási programok. Tehát, nincs, tehát semmifajta koherencia nincs abban, hogy mit tanítunk, miért tanítunk, miért tanítják, olvassuk, nem olvassuk, mik kell a tanterbe, hogyan, hány órában, hogyan, alulról lefele. Nem akarom a magyar, tehát mindig az jön ki ebből, hogy én a, hogy, hogy én a magyar tanárok munkájával vagyok elégedetlen, nem igaz. Tehát van egy rendszer, amelyik fölöttük működik, és teljesen bezárja őket egy bizonyos sablon, nem tudom mibe, és, és tulajdonképpen azt nagyon nehéz áttörni. Itt el is jutottunk oda, hogy rendszerbeli problémák vannak, és talán az elmúlt 32 évben, tehát a rendszerváltás óta eltelt 32 évben minden évre jut egy oktatási miniszter, de hogyha nem is minden évre, de akkor másfél évente váltották, levonhatnánk egy ilyen következtetést. Tehát nagyon hiányzott a, a folytonosság e, ezen a területen is. És igen, akkor beszélnünk kell arról, hogy a politikumnak mekkora felelőssége van, vagy a politikum mennyire tükrözi mindazt, ami a társadalom, mert szokták azt mondani, hogy amilyenek a választott képviselőink, az gyakorlatilag a társadalomnak a, a leképeződése, és itt beszélnünk kell ismét arról, hogy hol tart az erdélyi magyar társadalom a. a, a, a a viszony a román társadalommal milyen? Ugye a két kultúra nap között egy hét különbség van, egy hét választja őket egymástól, de mekkora a távolság ma a román és a magyar közösség között, és, és valóban mekkora a felelőssége akár a magyar érdekvédelemnek, vagy akár a román politikumnak abban, hogy az oktatásügy, az irodalomnak a megszerettetése, megkedveltetése a gyerekekkel ott áll, ahol áll. Hát ezt én nem tudom igazából fölmérni. Tehát az, hogy most itt a különböző érdekképviseleti szervek, meg politika, meg a választó, meg a nem tudom micsoda. Tehát ez számomra egy olyan mocsár, hogy ehhez képest a mohos egy autópálya. Tehát nincs fölösleges erről beszélni. Ö, ahogy esik, úgy puffan van, azt gondolom. Tehát nem, nincs ezzel semmi baj. Ö, A többi, mi a baj tulajdonképpen az egész, hogyha most egy kicsit lehet panaszkodni, akkor elmondom, hogy valamikor és a 20. században tűnik az államosításig, 1948-ig, ezeket a kulturális dolgokat ö, általában nem az állam intézte, hanem volt egy civil társadalom. Ugye a Marosvásárhelyi kaszinó, ugye az volt, hogy a különböző gazdag ügyvédek és mindenféle emberek, akik kaszinótagok voltak, tagdíjat fizettek, Öntartottak egy épületet, volt ott könyvtár, jártak újságok, lehetett kártyázni, beszélgetni, és egyet nőket különben nem engedtek be, de ö, mindegy. Tehát volt egy intézmény, ami nem azért volt, mert az állam és a minisztérium és a nem tudom micsoda fentről azt mondta, de már pedig legyen ilyen intézmény, hanem ezt emberek saját elszállásból és saját elhatározásból tartottak. fenn. Gazdag emberek ma is vannak Marosvásárhelyen, Egyetlen olyan dolgot nem láttam, ahol gazdag emberek összeszövetkeznek, és azt mondják, hogy csináljunk valamit. Ö, na, ez a baj. Na most tulajdonképpen ezt a fajta civil társadalmat, ami volt, ezt ugye ö, jó részt a román állam, azután hortik a nácik, azután a kommunisták egyetértve, kéz a kézben egymásnak adva a stafétát elbontották. Ez a fajta civil társadalom ma valahogy sehogy se tud újra képződni. Ö, valószínűleg hosszabb időre volna szükség, vagy nem tudom, hogy mire volna, volna szükség, hogy ne állandóan azt lessük, hogy melyik minisztérium és melyik alapítvány, és melyik állami szerv hirdet, milyen pályázatot, és hogy mit csináljunk, mert most arra adnak pénzt. Hanem az, hogyha volna egy klub, vagy volna egy egyesület, vagy van egy nem tudom micsoda, akkor mi összeadjuk azt, amit szeretnénk, ez különben rögös út, de sokkal egyszerűbb ezeket az állami támogatásokat vadászni, és sokkal egyszerűbb sírni, hogy hát erre sincs pénz, arra sincs pénz, hamarra sincs pénz. De igen, ez, ez, a fajta társadalom az elmúlt 30 év alatt azokat a pozícióit, azokat a mentális személy pozícióit nem tudta visszanyerni, és nem tudott megszerveződni semmi. Tehát tulajdonképpen mindazok az intézmények, amelyek vannak, jó részt az elmúlt rendszer által hagyott intézményeken állnak. Olyan a könyvtárak, a folyóiratok, a színházak, stb. Tehát mind abból van, olyan túl nagy alapítások nincsenek. A Székelyfő című lap, igen, és vannak biztos még ilyen, de azért ugyancsak azok a kulturális bázisok, amik megvoltak, azokat, hogyha sikerült megőrizni, azok mai napig intézményesen működnek, és rengeteg olyan kezdeményezést láttunk, amíg néhány uh, hurrá éven vagy hurrá pillanaton túl uh, nem maradt meg. Uh, itt tartunk ebben, tehát. És akkor itt beszélhetünk akár a látó látószépirudalmi folyóiratról is, amely mondhatjuk azt, hogy az igazszónak a jogutódja vagy folytatása. És amelynek a fő fenntartója, a támogatója a Maros Megyei Tanács, mennyire sikerül közönséget szervezni? Milyen, milyen volt a 2021-es év ilyen szempontból? Az elmúlt évnek az egyik szomorú híre az volt, hogy nagy váraton, egy hasonló folyóiratot gyakorlatilag a megyei tanács felszámolt, vagyis az önállóságát megszüntette, és valamiféleképpen újra kellett szerveződjön, de ugyanúgy az ön által is említett alapítványi forrás sok felé tolódott, mert, mert szükségszerű volt, nem nagyon volt ez lehetséges másként. Most itt Marosvásárhelyen lehetne-e másképpen, hogyha úgy hozná a helyzet, vagy, vagy hogyan sikerül közösséget építeni, hogy látja? Hát itt egyszer már volt ugye Marosvásár is egy olyan fajta kísérlet, ugyanis ezeket a lapokat semmilyen komoly intézményes garancia nem védi. Tehát egyszer a megyei tanács az dönti, akkor az döntés az el van döntve, és ebben nem igazán tudunk beleszólni. Ugyanakkor egy ilyen folyóiratnak a fenntartása, egy ilyen folyóirat akármilyen vastag, ugye mi 112 oldal vagyunk havonta, de egy ilyen folyóiratnak a működése és az egész intézmény struktúra az rendkívül bonyolult, rendkívül összetett, nagyon sok elemből áll. És ugye ennek a folyamatos működtetése és fenntartása, ez egy elég nagy feladat. Nem kerül olyan sokba, tehát ez 800 méter aszfalt egy évben. Ennyibe. Tehát a, a aszfaltút, abból 800 méter, abból a látó egy évben el van. Tokkal, vonóval, mindenestől ez ilyen lehető rosszul számolt, mindegy. Tehát ez egy hozzávetőleges számítás, úgyhogy, hogy mondjam, aki ezen spórol, az rosszul spórol. Tehát abból nem lesz vagyon. Tehát ezzel nem lehet megtakarítani a dolgokat. Az elmúlt két év, mi a baj az elmúlt két évvel? A Covid. A Covid ugye, tehát a vírus az dolgozik, ahogy tud, véli a maga életét, Hatóságaink ellenben, legképesztő inkoherenciával és ellentmondásos tevékenységgel, ö, nem is tudom. Tehát azt gondolom, hogy ö, hogy az, hogy különböző eseményeket tudtunk szervezni, az, ö, az a csoda. Tehát, hogy, hogy állandóan be kell nézni azokat a réseket, hogy mikor nincs járvány, mikor nincs bezárás, mikor nincs ennyi, mikor van oltás, mikor nem halt meg senki, mikor, tehát hogy ez ilyetetlen, tehát nem tudom. Tehát leszünk mi is, mint a kedvenc légitársaságban, amik már tudja három hónappal előre, hogy akkor járvány lesz, és akkor nem indul járat. Tehát nem mondom a nevét, mert reklám. De, tehát ez a baj, hogy, na most ugye, Elkezd az ember januárba gondolkozni azon, hogy augusztusban vajon, ugye kérünk augusztussal, nem tudom, az alapítványtól, a pártól, a hatalomtól, a szponzortól, a jó Istentől pénzt, augusztusra, hogy És Ugye augusztusra nem szokott járvány lenni, ennek nyaralni, mert neki nyaralni megy, tehát feltételezhető, hogy augusztusban nem lesz járvány. De ki látja ezt előre? Megjön a pályázati pénz, nem tudom megtartani a rendezvényt, vissza kell utaljam. Mert zsákveszteség. De, hogy, na, és, 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 és hogy tulajdonképpen ezzel a fajta, nem tudom, széthullással, és szervezetlenséggel, és zavarral, hát ez nagyon, azt gondolom, hogy a, a közönség egy része is félt, sokszor rendezvényeken nem jöttek el emberek, mert tömegbe megyünk, vagy be vagyunk óta, vagy nem, vagy használ, vagy nem. Vagy ez lesz, vagy az lesz, Józsiék sem mennek, mi sem menjünk, hogy valami hülyeséget elkapjatok ottan, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ez nagyon komoly erőpróba volt arra. Az online működtetett programok, vagy műsorok, vagy mindenféle az elején érdekesek voltak, de mivel minden áttevődött online rendszerbe, az iskola is, meg minden, nem tudsz már az iskolásoknak a napi 7 vagy 8 óra online óra után még egy irodalmi műsort tartani. Akkor örül, mikor már kikapcsolja a telefonját, pedig holott eddig ugye az volt, hogy az legyen bekapcsolva állandóan. Akiknek pedig olyan szerű függőségük van, azon meg, az, úgy sincs, amit kezdeni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szétzilálta azt. Ugye nem voltak megtartott könyvásárok, fesztiválok, különböző rendezvények, a, ugye a tömeg, tartsák két méter távolságot, legyen oltási papírod, legyen zöld, legyen piros, legyen ilyen, Magyarország, ugye, tehát azért mi elég sok magyarországi vendéget meg mi is szoktunk utazni, tehát ugye volt egy idősz olyan, tehát olyan gyönyörűen csinálta a magyar meg a román hatóság, hogy unitók lezárva, unitók lezárva. Elment az ember oda, Két hétre lesítették, visszajött, két hétre lesített, gyönyörűen csinálták. Tehát két rokon nemzet, vagy két szomszédos baráti ország, tehát fantasztikusat alakítottak ebbe. Igen, ám, csak azt mondom, megszoktuk, ugye mi lakunk vidéken, és nem a budapestiek, holott az is egy vidék. És ugye, ha nem jár az ember, akkor elfelejtik. Ö, tehát ez a fajta csere és a személyes, tehát ez egy nem, nem tudjuk még fölbecsülni pontosan, hogy vírusunk és hatóságaink együttes erőfeszítése mekkora kárt okoztak. Nagyon nagyot. Tehát itt ez még nincs lejártva, sajnos ez a meccs, és ebben még sok... Sajnos sok lejárt a műsoridőnk röviden, úgy fél percben, hogyha lehetséges. Igen. Milyen évvel lenne elégedett idén a látó szempontjából? Hát, hogyha én azzal lennék elégedett, hogy mindenki, aki be van, ott vagyunk, eljöhetne arra a amit megszervezünk. Ez nagyon jó lenne, és az, hogy olvasson mindenki szabadon. Mindenütt hozzáférhető a látó, interneten, szófán egyáltalán, tehát, hogy, hogy a szöveg, az hozzáférhető. és Az olvasáshoz csend kell, és nyugalom, és belső béke. Hát kívánjuk, hogy ez mindenkinek legyen meg. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgetettünk ezekről. Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlök minden olvasót. Köszönjük önöknek is a megtisztelő figyelmüket, én legközelebb jövő héten várom önöket egy következő ügyfélórára, órára, addig is viszontlátásra.